A ciprusi borokat évszázadok óta a görög istenek nektárjaként ismerik. A mediterrán sziget borkultúrája ma ismét reneszánszát éli. Az őshonos szőlők nedőit falvakban, borospincékben, kolostorokban, de akár egy helyi étteremben is meg lehet kóstolni szakavatott borszakértő segítségével. Ezek egyike a Nikóziában élő Kovács László szomelié, aki a bor puszta illatáról megállapítja annak eredetét vagy fajtáját. Itt vagyunk Cipruson, ha korán kelek, akkor befutok ide egy kávéra, és hát általában így öltözködöm, mint ahogy látjátok. Egy Dávid Kornél mezben vagyok. Mondjuk úgy, hogy van egy ilyen hobbim, gyűjtögetek mezeket. Így szoktam feltűnni munka előtt. Mielőtt átöltözök egyébként nagyon csinosba. Ciprus igazából egy borvidék. Mit kell tudnunk az itteni borokról? Érdekes a történet, mert ugye mediterrán éghajlaton vagyunk, viszont vannak hegyek, tehát van magasság, ahova föl tudunk menni bortermesztés szempontjából. Tehát effektíve a parton nagyon meleg van, viszont ahogy fölmész 1000-1500 méterre, van egy olyan éghajlat, illetve egy olyan környezet, egy olyan mikroklíma, ahol nagyon sok szőlő jól érzi magát. Ha mondjuk vakon kóstolunk borokat, akkor egyébként azt kell megállapítani, hogy ez egy úgynevezett old world, tehát a régi világ, régi borvilág, vagy a new world, tehát az új világ borait kóstoljuk, és akkor az old world, az a Franciaország, Ausztria, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, new world, ami hát gyakorlatilag Ciprus is ide sorolható, bár egyébként történelem szempontjából azért nem, sőt, Görögország sem, viszont stílus szempontjából abszolút New World. Ez a Chile, Argentina, USA, Dél-Afrika, Ausztrália, Ciprus és Görögország. Ugye fenolokról beszélgetünk, kémiáról beszélgetünk. Tehát az, hogy hogyan az illatmolekulák hogyan párolognak el a pohárból, azt meg tudod mondani. Tehát érzed rajta, hogy gyakorlatilag maga a fruit profile, tehát a gyümölcs profil az érett gyümölcs, az a nagyon, amit látta, az a gemmes. Mondjuk, hogyha gemmes anyagokat vagy fenolt érzel a pohárban, akkor azt jelenti, hogy hát ez egy nagyon meleg nyár volt, vagy egy nagyon meleg szüret volt. Maga az érési szezon az nagyon meleg volt. Ha mondjuk azt érzed, hogy hát igen, gyakorlatilag ez inkább ez a joghurtos, inkább ilyen, tehát érzed rajta, hogy hideg éghajlatról, mondjuk nem minden ország esetén, mondjuk Spanyolország, Dél-Franciaország, ez ugye nem mindig igaz, de azért érzed rajta, hogy igen, ez az a klasszikus cseresznyés. Akkor ezt én azt javaslom, hogy utazzuk körbe a szigetet, nézzük meg, milyen borokat találhatunk nagyon-nagyon röviden, oké? Okay? Mert hogy Ciprusnak rengeteg régiója van, mehetünk egyébként a hegyekbe, ahogy láthatod, ez a Csakász, Szicília, ez egy régiós bor, de egyébként mehetünk a nikóziai régióba, ami egyébként kifejezetten a nikóziai régióra jellemző. Ez egy Xinisteri, ami a legelterjedtebb szőlő, de egyébként mehetünk mondjuk szintén, ez egy limited edition-ű Viognier. Ez például, ez kifejezetten a Pafoszi régió és mondjuk a szigetnek a legnyugatibb része, ez a Laonakamas, ez egy Cabernet Sauvignon. Ha már Nikózia, mert hogy Nikóziában vagyunk, akkor nézzük meg a Da Fermu, ez egy zsírúj bor egyébként a piacon, egy úgynevezett Jannudi. Ez a nikóziai régióból való, és a Jannudi szintén egy ciprusi szőlő. Maga a történet az ugye a Jannis névből ered, mert hogy állítólag egy Jannis nevezetű ember volt az, aki felfedezte ezt a szőlőt a kertjében, és hát azt hitték, hogy Merló, de aztán elvégeztek pár DNS kutatást, és kiderült, hogy ez egy ciprusi kihaltnak hitt szőlő. So we have László before. Lászlót másfél éve kértük fel, hogy legyen itt Nikóziában a Vino Cultura és a Rossz étterem szomelierje, ugyanis ezek a fine dining éttermek megkövetelik a professzionális borszakértőt, és mivel kevés van belőlük a szigeten, ezért László nagy kincs számunkra.
Akkor kijöttem Ciprusra, és elkezdtem ugye hotelben dolgozni, akkor bekerültem egy olyan bárba, ahol volt 250 bor a borlistán. Szerencsém volt egyébként, mert az Operations Manager a hotelben, ő a Ciprusi Sommelier Szövetségnek az elnöke. Egyszer jött reggel, főztem neki egy kávét a bárba, és akkor mondta, hogy de figyelj már egyébként, van egy ilyen, indítok egy ilyen 24 órás tanfolyamot a full kezdőknek, tehát zéróról. Ez így kezdődött, és kiderült, hogy van hozzá érzékem. Elköltöztem Nikóziába, mert ugye én Pafoszon laktam most már idestolosan 6 és fél éve. Nagyon úgy volt, hogy elhagyom egyébként a szigetet, Ibizáról kaptam egy megkeresést. Milyen az élet, hogy ezt megkaptam, mit tudom, reggel 10 órakor ezt a levelet, és egy head sommelier volt Ibizáról, és mondta, hogy mindenképpen szeretne velem találkozni, küldjem el az önéletrajzot, stb. Ez volt délelőtt 10 órakor. Este viszont hivatalos voltam ide, a Rusznak az úgynevezett Wine Gardenjébe. Volt itt egy borkóstoló, rizlingeket kóstoltuk, stb. Rendeltünk ezt a szamaszt. Ugye ismerem az Andreast, aki a Wine Director az egész Vino Hospitality Groupnak. Ő lesz az első Master Sommelier-je Ciprusnak. És akkor még folyamatosan hozott nekem borokat, és akkor én meg ugye vakteszt, és akkor nem tudtam, hogy mit hoz, és akkor mindig mondtam, hogy Russian River, mondtam, nem is tudom, hogy volt, mondtam, hogy igen, Chardonnay, USA, Sonoma, és így nézett. Igen. És mondtam, mondom, valószínűleg vagy Petaluma, vagy Russian River Valley, és így nézett. Hú, az kép. És Russian River Valley volt maga a bor. És akkor mondta, hogy figyelj már egyébként, nem, én pont sommeliét keresek egyébként a Rusba. Hatalmas a borszelekció, viszont nincs olyan emberem, aki ért a borokhoz. És ha úgy döntesz egyébként, mondtam neki, hogy nem, mert készülök elhagyni a szigetet, stb. És akkor na, beszéljünk róla, és mondtam, hogy amúgy meg tudjátok, mint annyi pénzt, időt, energiát beleöltem ebbe a ciprusi bor történetbe, hogy akkor miért ne? Minden, amit nézünk, az három dolog. Hogyan néz ki, milyen az illata, és milyen az íze. Nyilván ez úgynevezett eye, nose and palate. Oké, okay, szóval nézzük akkor az első. Mennyire fényes a bor, milyen a színe ott, ahol találkozik a pohárral. Az, hogy mennyire testes a bor, azt úgy kell elképzelni, hogy mint amikor van egy tejed, van egy full fat milk, van egy semi-skin, meg van egy skim milk. Mennyire viszkóz maga a bor. Ha láttuk, hogy milyen, tehát tiszta, nincs nyoma se kristálynak, se úgynevezett visszamaradott gáznak. Akkor meg lehet kóstolni. Akkor meg lehet, abszolút egy egészséges bor lesz, és akkor nézzük meg. Fontos egyébként a pörgetés, ilyenkor kinetikus energiát adsz a bornak, és felszabadítasz különböző molekulákat, amik elkezdenek párologni. Attól jó egy bor, hogy hordóban érlelik? Nem, hát ez lehet egy opció. Fajtától függ, tehát szőlőfajtától függ, illetve stílustól függ. Illetve az, hogy mit akar, tehát maga ez egy filozófia, mit szeretne a borász elérni, megmutatni, reprezentálni. Ez úgynevezett filozófia, vagy philosophy of the winemaking, or winemaker. Vannak különböző szőlők, mint például a Chardonnay, akár a Viognier, amik tök jól reagálnak hordóra. Vannak olyanok, amik annyira nem, például a Riesling, ami... Sőt, hát vannak olyan országok, mondjuk ha elmegyünk Elsass, Lotharingia, vagy Elsass, ez Alsass, ott kifejezetten tilos hordóba tenni a szőlőket. Úgyhogy miután én ezt prezentáltam neked, elmondom, mi az, amit tudni érdemes a borokról, vagy erről a borról konkrétan, illetve úgy általában. Igen, nem árt tudni egyébként, hogy hogyan prezentálod a bort, mi az, amit tudni kell, elmondjuk az évet, mi a szőlő, elmondjuk magát az alkoholfokot, illetve elmondjuk azt, hogy ez honnan jön, és akár amíg nyitott ki, elmondod, hogy milyen a karakterisztikája, és gyakorlatilag megszagoljuk a dugót, el szoktam fordulni és eltakarom. A dugó hozzátartozik a borhoz, ez a te dugód, ezért fizettél, úgyhogy ezt prezentáljuk az asztalon. Maga a sommelier az egyébként oké, borok. A világ borai, illik tudni a söröket, oda-vissza, whiskyk, vodkák, ginek. Jönnek emellé teát, szivarok, tudnod kell a liköröket, az összes koktél, tudnod kell az összes vizeket. Tehát nézzük meg akkor, hogy hogyan szolgálunk fel egy habzóbort. Fogod, és amikor gyakorlatilag ezt nagyon erősen tartod, és szépen elkezded óramutató járásával ellentétesen csavarni az üveget. És ez a maximum hang, amit adhat. Egészségünkre. Cheers!